Zeke László, ügyvéd vagyok. Én vagyok a jogi képviselője annak az országosan ismerté vált Kokadi gazdának, akivel szemben az ügyész 1,5 milliárd forint kártérítés megfizetése iránt pert indított. Az ügyész szerint ügyfelem ugyan engedély alapján vágta ki a bokrokat saját tulajdonú telkén, azonban ezzel mintegy 6000 keleti lápibagoly lepkét, illetve annak hernyóját is elpusztította egyben. A lepkehernyók értéke 250 000 forint per darab, ezt felszorozzuk 6000-rel, ebből adódik a 1,5 milliárdos kereseti követelés. A perben megvizsgáltuk a terület élővilágát a Hortobágyi Nemzeti Park által készített biotikai adatbázis alapján. Ezen az ábrán látható a teljes területen lévő összes védett faj. És az is látható, hogy nem ezen a területen, hanem ettől északabbra élt a keleti lápibagoly lepke ügyfelem tevékenységének időpontjában. Lényegében ezért utasította el teljes egészében a keresetet az első fokon eljáró debreceni törvényszék. A gazdának így egyetlen fillért sem kell fizetnie azon lepkék után, amelyek ott sem voltak a helyszínen, amikor ő a tevékenységet végezte. A történet azonban nem ért véget, miután az ügyészség fellebbezett az elsőfokú bíróság ítélete ellen. A lepkén túl sok más faj miatt is kártérítést kért az ügyész, és ekkor ért bennünket a meglepetés. Számtalan műalkotáson láthatjuk, hogy a művészek gyakran kacérkodtak azzal a gondolattal, hogy létezhetnek olyan leányok, akiknek teste halfarokban végződik. Sellők, vagy más néven hableányok, ritkábban habfiúk jelentek meg a költői képzeletben. Ezen a festményen a sellő egy másik kettős lénnyel, a szatírral találkozik. A római mitológiában Pán vagy Faun néven is ismeretes urak, leginkább az ember és a kecske keverékei lehettek, miután emberszerű testük szőrös kecskelábakba torkollott és szarvat is viseltek. Hasonló fajközi kettősség jellemző a lótestű emberre, a kentaurra, és a madártestű asszonyra, az Odysseust tengeri útján megkísértő nimfára is. És ki ne ismerné az oroszlántestű, emberfejű szárnyas lényt, a szfinxet. No de mi lehet az a békapontj, amit itt olvashatunk az ügyész fellebbezésének 5. oldalán? Megpróbáltunk utána nézni ennek a mesebeli lénynek, de hasztalan. Lelkiismeretesen megpróbáltuk elképzelni azt a lényt, amiért az ügyész kártérítést követel. Dun 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 d